Az idén elinduló új szakképzési rendszer alapjaiban változtatja meg a szakmák eddigi oktatását. Ez a diákoknak és a majdani foglalkoztatóiknak is hatalmas lehetőséget, de ugyanakkor felelősséget is jelent, amikre érdemes jó előre felkészülni. Ezért szervezett a szakképzéssel foglalkozó évnyitó konferenciát a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ami fő gond a vállalkozásokban ma, az a munkaerő területén van, vagyis a szakképzett munkaerő. És amit nyerhetnek, hogy talán szakképzett munkaerő meg tud jelenni a piacon, mert hiszen megváltozik az egész rendszer. Mindenképpen arra törekszenek a jogalkotók, hogy a szakképzett munka nagyon megbecsülést kapjon, illetve maga a képzés és a képzésben résztvevők. Az állami támogatások és képzési támogatások mellett a vállalkozónak is van lehetősége arra, hogy ösztöndíjat, meg egyebeket alapítson meg, amivel arra ösztönzi a hallgatót, hogy nála kezdje a munkát, és különböző egyéb feltételeket biztosíthat a tanulók számára. Amire mi törekedtünk kamara, az a duális rendszer. Azaz nem iskola padokban legyenek mindig, ott is legyenek, az elméleti oktatást sajátítsák el, de a gyakorlatot a munkahelyeken, hiszen a gyakorlat dönti el, hogy kiből lesz jó mester vagy szakember. Az új szakképzésben tanuló diákok már egy a kor igényeihez sokkal jobban alkalmazkodó rendszerben tanulhatnak, de a továbbtanuláshoz szükséges akadályokat is egyszerűbben vehetik a szeptembertől induló 5 éves képzést kínáló technikumoknak köszönhetően, ráadásul a tanulásért cserébe ösztöndíjat kapnak. Minden szakképzésbe lépő tanuló alanyi jogon ösztöndíjra lesz jogosult. Ez az ösztöndíj jogosultság akkor illeti meg a tanulót, hogyha szakképzésbe lép be, függetlenül attól, hogy milyen ágazatban és majd később milyen szakmát fog tanulni, ez egy alanyi jogú juttatás. Az első 2 év a technikumban ágazati alapozással fog telleni, a szakképzőiskolában a 3 éves szakmunkás képzésben az első év, és az ezt követő időszakban lesz a tanulóknak arra lehetősége, hogy átmenjenek a duális képzési rendszerbe, duális képzőpartnerrel már egy új formában tudják a képzésüket csinálni. A technikumnak egy alapvető óriási előnye az, hogy egyidejűleg 2 bizonyítványt fog kapni, 2 végzettséget fog kapni az illető, aki ebbe fog tanulni, az a diák. Megkapja a technikumi oklevelét, és vele együtt kapja meg az érettségi bizonyítványát is. Egyidejűleg ez azt jelenti, hogy várhatóan a 12. évfolyam végén kell és lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni 3 tantárgyból, ezt követően a nyelvet, az idegen nyelvi tanulmányait folytatja tovább, abból teszi az érettségi vizsgáját a 13. évfolyam végén, és az 5. tárgyként pedig a technikus minősítő technikusi vizsgája lesz megfeleltetve, ami egyben emelt szintű érettségi vizsgatárgyat is fog jelenteni. Ez a továbbtanulás szempontjából nagyon izgalmas, hiszen a továbbtanulás az ugye szükséges egy emelt szintű vizsgatárgynak a megléte, ez már önmagában ezt is hozza magával. Az új szakképzési rendszer oktatási anyagai már kidolgozás alatt állnak, a szeptemberi tanévkezdésig azzal is elkészülnek a szakemberek.